Ezek azok az Abba Novák Vilmos festmények, melyeknek falra készült változatai a Városházát és a Nemzeti Emlékhelyet díszítik. Ezek a vázlatok korábban az önkormányzat tulajdonában voltak, de a történelem viharai miatt magát tulajdonba kerültek. Mint azt a közgyűjteményi főtanácsos kiemelte, óriási jelentősége van annak, hogy mindhárom alkotás teljes egészében Abba Novák Vilmos kezemunkáját dicséri. Ma már nem az eredeti formájában látható a szemünk előtt. Ez egy nagyon sokszor átdolgozott, restaurált, tulajdonképpen a parafrázis szó illik rá a legjobban. Ezek a munkák viszont eredeti Abba Novák Vilmos alkotások, és tartalmazzák mindazt, amit Abba Novák Vilmosról tudunk, azt a fajta grandiózus és egyébként nagyszerű kézügyességre és ecsetkezelésre való tudást, a színeknek a nagyon bátor használat. Tehát azt tulajdonképpen, amiért Picasso 1937-es Párizs világkiállításon meglátva az ő alkotását, azt mondta, hogy felkiáltott állítólag, hogy ki ez a barbár zseni. A város polgármestere szerint Abba Novák Vilmos festményei újra hazataláltak. Az alkotások az 1938-as Szent István emlékévhez kapcsolódnak, és a művészeti értékük mellett eszmeiségük miatt fontos, hogy Székesfehérváron legyenek, tette hozzá Cserpalkovics András. Az önkormányzat a három festményért közel 40 millió forintot fizetett összesen. A város vagyonát is, és ami talán ennél még fontosabb, hogy az eszmeisége tekintetében az értékleltárát is jelentősen bővíteni tudták és tudják. Köszönet a galériának és köszönet Pák Imrének is, hiszen ők járultak ahhoz hozzá és segítettek bennünket ahhoz, hogy ezeket a képeket megvásárolhassuk. Ezek elérhetők és látogathatók lesznek a városházán. A polgármester azt is elmondta, a három festmény megvásárlása egy folyamat első lépcsőfoka. Az önkormányzat célja ugyanis a közvagyon és a városhoz kötődő értékek gyarapítása. Ráadásul az Abba Novák festmények a 2038-as Szent István emlékév jelképei is lehetnek. Addigra szeretnék a nemzeti emlékhelyet az ünnephez méltóvá varázsolni. A három Abba Novák festmény a Városháza kis tanács termébe kerül, ahol tárlatvezetések keretében mindenki megcsodálhatja az alkotásokat.